Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Mai adásunkban Székesfehérvárt érintő fontos döntésekről, fejlesztésekről is szót ejtünk. Stúdiónk vendége Varga Tamás, államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és jó estét kívánok a nézőknek. Azt hiszem, hogy az elmúlt napok, az elmúlt hetek egyik legfontosabb döntése, eredménye az, hogy Székesfehérvár engedélyezte ugye az osszáriumban található csontmaradványok genetikai kutatását. Miért fontos ez a döntés ön szerint? Amikor a 19. században nem megtalálták, mert valószínűleg tudták, hogy ott állt a nagyboldogasszony bazilika azon a helyen, ami a nemzeti emlékhely, feltárták, akkor egy más korban, más régészi hitvallás és elképzelés mentén dolgoztak, és azok a csontok, amelyek az árpád-házi királyok síremlékeiben voltak, összekeveredtek, ma már nincs más lehetőségünk, nincs más módszer itt a 21. században, mint az archeogenetikai kutatás, amelyel az osszáriumban lévő megőrzött csontokat egyrészt összepárosítja, és egy-egy király csontjait egy helyre rendezi. Másrészt ugye ehhez is kell egy kiinduló pont, ez pedig harmadik Béla király megmaradt csontjai, amelyek sajnos módon nincsenek itt a mi városunkban, Székesfehérváron, bár itt volt eltemetve ős és felesége is, de elkerültek a Mátyás templomba, de ez egy biztos pont, egy biztos kiinduló pont, és egy hatalmas munka, amellyel meg fogják tudni határozni, hogy kik, mely királyok, akiket itt eltemettek, és csontok tartoznak össze, és akkor a következő feladat tornyosul majd előttünk, hogy milyen módon, milyen méltó módon tudjuk őket újra temetni, és így is tovább őrizni az emléküket. Ettől a témától majd még folytatni fogjuk ezt a gondolatmenetet, már mint a méltó nemzeti emlékhely gondolatmenetét, de akkor tekintsük meg, hogy mit mondott nekünk a város polgármestere és maga a miniszter erről a kérdésről. Következzen egy összeállítás. Megadja az engedélyt Székesfehérvár városa az osszáriumban található csontok genetikai vizsgálatára, jelentette Becser Palkovics András polgármester, aki kedden aláírta az erről szóló határozatot. A kutatások megkezdésének két feltétele van, a csontokat nem érheti maradandó károsodás, és a vizsgálatok lezárultával maradéktalanul vissza kell kerülniük Székesfehérvárra. A polgármester tájékoztatása szerint ezeket a kritériumokat mind a minisztérium, mind a Magyarság Kutatóintézet elfogadta és maradéktalanul támogatja. Így aláírta a határozatot, amelynek értelmében megkezdődhet a romkertben található földi maradványok genetikai elemzése. Minden visszajön ide, ami ehhez a földhöz kötődött. Szerintem ez fontos, és nagyon örülök, hogy miniszter úr is erről beszélt, mert az egyik legnagyobb aggályunk, szerintem mondhatjuk, hogy közösen, az éppen az volt, hogy a lehető legkisebb károsodással történjenek meg ezek a vizsgálatok. Különösen szakembereknek ez azt gondolom, hogy különösen alapvető kérdés. Adjuk meg a végtisztességet a csontok mögött lévő embereknek, hiszen ott személyekről beszélünk, nem csak a királyi családok tagjai, hanem bárki, aki egy ilyen helyen temetkezett, és minden térjen vissza, mert az volt eddig a történelmi tapasztalat, hogy ami Fehérvárról elment, az aztán nem érkezett ide vissza. Nekünk elő kell írni, meg kell határoznunk, hogy annélkül nem tudunk együttműködni, hogy ebben ne kapjunk garanciát, és most kaptunk garanciát, és azt hiszem, hogy ez most nagyon-nagyon fontos kérdés. Néhány hete számoltunk be arról, hogy archeogenetikai vizsgálatnak vedhetők alá Hunyadi Mátyás természetes fiának, Korvin Jánosnak a földi maradványai. Így meghatározható lesz a Hunyadi család csak férfiak között öröklődő génszakasza. Ezután pedig már nem csak a család eredetét övező kérdésekre adható majd válasz, de beazonosíthatóvá válhatnak a székesfehérvári osztériumban lévő csontok között Mátyás király maradványai is.
Ha az osszáriumban őrzött csontokat vizsgálni lehet, akkor az ott eltemetett 15 király nem ismert férfiágon öröklődő haplocsoportját, azaz a jellegzetes géncsoportját is meg lehet határozni. Tájékoztatta a híradót Kásler Miklós. A miniszter azt is kifejtette, hogy mind a 15 Fehérváron eltemetett magyar királyra kidolgozták a kutatási tervet, hogy milyen ismert és fellelhető mintával azonosíthatók. Székesfehérváron az osszáriumban található Károly Róbert és Nagy Lajos csont mintázata is. Őket úgy lehet azonosítani, hogy Nápolyban a rokonságából rengeteg durazzói, tarantói herceg, vagy akár a felmenőjük egészen Anzsú Károlytól, tehát első Anzsú Károly, Sánta Károly, második Anzsú Károly. Tehát belőlük lehet mintát venni, és meg kell keresni a Székesfehérváron azonosított csontok közül azokat, amelynek a haplocsoportja ugyanaz, mint a Nápolyban nyert minta. Minden magyar, eltemetett magyar király esetében kidolgoztuk azt, hogy az azonosítás hogy lehetséges. Akkor egy izgalmas időszak előtt állunk. Mit hozhat mindez a bazilika romjait őrző székesfehérvári nemzeti emlékhely életében ön szerint? Székesfehérvár olyan lehetőség kapujába érkezik, ami rendkívül ritkán adatik meg a történelemben, mert a nemzeti emlékhely a Szent Istváni bazilika területén rekonstruálva esetleg részlegesen, vagy egészében a bazilikát, vagy a bazilika egy részét, rekonstruálva a szarkofágokat, egy nagyon szép emlékhelyet lehet kialakítani, ami a Kárpát-medence kultikus központja lehet, mint ahogy annak idején több száz éven keresztül az is volt. Az emberi erőforrások minisztere úgy véli, így méltó körülmények között lehet majd végső nyugalomra helyezni az ott eltemetett 15 magyar királyt, akiknek maradványait a következő időszakban azonosíthatják. A méltó emlékhely kialakítása fontos feladat. Muszáj, hogy a különböző szakmacsoportok, tudományos szakemberek tudjanak egy olyan egészséges kompromisszumot egyébként kialakítani, ami pedig az építészeknek megadja azt a lehetőséget, hogy mifele gondolkodjanak. És tényleg a társadalmi csoportokat is bevonva egy biztos olyan dolgot kell kialakítani, ami alkalmas arra, hogy minden visszajöjjön ebbe a földbe és ebbe a városba, ami ide tartozott. Részben a földbe, részben akár síremlékekbe, részben pedig egy olyan belső térbe, ahol azt meg is tudjuk látogatni, ahol fejünket tudjuk hajtani, ami zarándok helyként tud működni, és amit egyébként föl tudunk mutatni annak is, aki külföldről jön Fehérvárra, hogy miért mondjuk azt, hogy ez a nemzettörténelmi főváros. Pokrovenszky Krisztián elmondta, a szigetelt és klimatizált csontkamrákban megtalálhatóak azok az antropológiai leletek, melyek a bazilika korábbi feltárásai során kerültek elő. Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy, és ezt kértük is a Magyarság Kutató Intézetet, akik egyébként hozzá is járultak volna, hogy itt Székesfehérváron legyen a mintavétel. A kórháznak az egyik steril szobájába történt volna ez meg, viszont ismerve ugye a járványhelyzetet, erre sajnos már nem kerülhet sor, ezért kisebb adagokban lesz elszállítva néhány csont, tehát heti rendszerességgel szállítják ezt Szegedre egyébként, egy kutatólaboratóriumba, ahol leveszik a mintát, és azonnal szállítják is vissza. Most hát azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy egy rendkívül izgalmas időszak előtt állunk, ami tényleg nagyon sok mindent megváltoztathat majd. Igen, ez egy nagyon fontos és egy nagyon nagy lépés lesz afelé, hogy valóban egy olyan nemzeti emlékhelyet tudjunk létrehozni, ahol egyrészt méltó módon eltemettük királyainkat, és természetesen mindenkit, aki a korabeli bazilikában nyugodott, és a csontját megtaláltuk. És nagyon fontos, ami elhangzott a beszélgetésekben is, hogy ezzel Székesfehérvár egy olyan helyzetbe kerülhet, hogy valóban a magyarság egyik nagyon fontos zarándok helye lehet, amit évek óta, évtizedek óta szeretnénk is, és Székesfehérvár azt gondolom, hogy a jövőben megérdemel. Ezen dolgozunk, én is sok kérdést kapok a
Facebook bejegyzések kapcsán is, kommentekben is, hogy de mi van a nemzeti emlékhelyen, arra nem gondolunk, de igen, gondolunk, csak fontolva haladunk a lehetőségekhez és az anyagi forrásokhoz mérten, hiszen elhamarkodottan és nagyon nagy léptekkel nem tudunk előrelépni. És azt is tudnunk kell, hogy ennek a bazilikának a romjaira ráépült a mai püspöki palota. Valószínűsíthetjük, hogy nem csak azért, mert a térszerkezet pontosan így alakulhatott ki, hanem volt ebben politika is, hiszen ez az a templom, amelyben a királyokat koronázni kellett, és ez a templom nem volt és nem mozdítható, ezért a Habsburgoknak nem állhatott érdekében, hogy ez a templom megmaradjon. De ahogy miniszter úr is fogalmazta, meg kell találnunk azt az építészeti megoldást, ami egyrészt bemutatja majd ennek a templomnak a nagyságát, a grandiozitását, hiszen gondoljunk arra, hogy maga korában, a középkori Európában ez az egyik legnagyobb katedrális volt, ugye? Csak a belmagassága 30-40 méter, ugye pontos leírásunk nincs, a nagyobbik tornya 70-80 méter magas, több tízemeletes épület egymásra helyezve, amikor a maketteket elkészítették, és látványterveket készítenek ezekkel a magasságokkal, akkor ez egy valóban hatalmas és lenyűgöző épület. Méltó módon tükrözi Magyarország nagyságát abban a korban, hiszen mindannak, ami megvalósul majd az Árpádház művét bemutató királyok és szentek kiállítás, és majd a bazilika köveit bemutató bazilika történeti kiállítóhely azt szeretné megmutatni, hogy ebben a korban Magyarország Európában egy nagyon komoly ország volt, egy vezető, nem nagy hatalom, de egy egészen Mátyás koráig Európa egyik vezető országa és nemzete volt, és majd csak a török megszállás 150 éve vetette vissza országunkat. Az is egy ilyen érdekesség, ha már Mátyásnál tartunk és a bazilikánál, hogy ugye ő volt az, aki az egyik ilyen nagy építője volt, bővítője volt, hiszen az ő építkezése folyamán érte el azt, hogy majdnem 100 méter hosszúságú lehetett ez a Szent István által alakított bazilika. Igen, a legszebb és legnagyobb bazilika valóban az, amelyet Mátyás király hozott létre, és ezt a nagyságot szeretnénk majd megidézni. Említette már az Árpádház programot, ami ugye, hát hogyha visszagondolunk, akkor a 2013-as emlékévben volt itt egy kihelyezett kormányülés, ahol magáról erről a programról is döntés született. Igen, 2013-ban döntött úgy a kihelyezett kormányülésen a kormány, hogy egy Árpádház programot indít el, és ennek a programnak több eleme is Székesfehérvárhoz kötődik, és Székesfehérváron valósul meg. Én nem csak országgyűlési képviselőként, hanem miniszteri biztosként és kormány biztosként is dolgoztam és segítettem ennek a programnak a megvalósulását. És amikor azt a kérdést tették fel, hogy egy országgyűlési képviselő hogyan tudta segíteni, hogy itt a Szent István Király Múzeumban legyen az a nagy kiállítás, amely bemutatja az Árpádok művét, akkor úgy fogalmazta, hogy az élethez szerencse is kell. Ha az országgyűlési képviselő honvédelme államtitkárként a kormányülésen helyettesíti miniszterét, és az Árpádház program is a kormányülés napirendjén szerepel, akkor szerencse is kell ahhoz, hogy megszülessen az a döntése a kormánynak, hogy ez a kiállítás akkor a Nemzeti Múzeum gondozásában nem Budapesten, hanem itt a mi városunkban, Székesfehérváron valósuljon meg, és akkor kaptuk miniszterelnök úrtól, a kormánytól azt a feladatot, hogy és akkor keressünk ennek a kiállításnak egy olyan helyszínt, amelyben ez méltó módon bemutatható, és azt hiszem az egyetlen jó és bölcs és természetes döntés és választás az a volt Ciszterrendház, a Szent István Király Múzeum épülete,
és ennek a felújítása most zajlik. Igen, hogyha már említette, akkor vannak is látványterveink, amit majd a nézőink is hamarosan megtekinthetnek, hiszen készült erről is egy ilyen kis kiegészítő anyag a beszélgetésünkhöz, és pont ezek a látványtervek fogják majd azt mutatni, hogy micsoda egy grandiózus teret képzeljünk el, és hogy fog kinézni majd a rendház épülete, ami tényleg sok-sok milliárd forintból újulhat meg. Ennek a részleteiről mit tudunk majd, mi az, amit már most tudunk láthatni? Igen, amit a képeken látunk, ez a volt gazdasági bejárat mögött található gazdasági udvaron felépített modern fogadótér, ahol fogadjuk majd a látogatókat, és innét egy galériára felérkezve lehet majd a régi rendházba a kiállítóterekhez belépni. Azt hiszem, hogy sikerült a modern épület és a műemlék épület harmóniáját a tervezőnek megtalálni. Ez az építkezés zajlik. Nekem nagyon izgalmas és érdekes volt, ma voltunk éppen megtekinteni, hogy áll az építkezés, látni ezt a gazdasági udvaron, ezt a hatalmas gödröt. Én 1977-78-ban dolgoztam egy évig a múzeumban, és az volt az év, amikor a múzeum ezt az épületet megkapta, előtte ez fiúkollégium volt az én gimnazista éveim alatt, és ennek az évnek a végén kezdődött az átköltözés, és az elsők között járhattuk be akkoriban később a múzeum igazgatójával, Demeter Zsófiával ezt a fantasztikus épületet, és ott ezen az udvaron, ahol a restaurátor műhelyek voltak, épül most ez a fogadótér, amely valóban 21. századi körülmények között fogadja majd a látogatót, és a régi épületben, a régi szerkezet, az eredeti szerkezet megőrzésével alakul ki az a kiállító tér, amely minden tekintetben, a biztonság tekintetében is, és a hőmérséklet, páratartalom tekintetében is megfelel majd a követelményeknek, hogy azok a műtárgyak kiállíthatók legyenek, amiket szeretnénk itt látni majd az Árpád-ház kiállításon. Lehet erről már tudni valami elárulható részletet, hogy mégis milyen volumenű kiállításra számítsanak? Hát ez egy nagyszabású nagy kiállítás lesz. Három fontos szereplője van, a Nemzeti Múzeum, amely a nemzetmúzeumaként segíti és végzi ezt a munkát. A Magyarság Kutató Intézet, amely felel egyébként a csontok, a királyi csontok vizsgálatáért is, és természetesen harmadikként a mi múzeumunk, a Szent István Király Múzeum, tehát a három múzeum, illetve intézet együttműködése eredményeképpen valósul meg majd a kiállítás valamikor 2022 tavaszán, de most egyeztettünk polgármester úrral ennek a részleteiről, és azt gondoljuk, hogy mostantól heti rendszerességgel a kijelölt Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeum, a Magyarságkutató és a város részéről is a kijelölt kapcsolattartóknak, kurátoroknak találkozni online térben, vagy személyesen, de mindenképpen találkozni és egyeztetni kell. Hát hiszen a felkészülés az mostantól folyamatos. Október végére elkészül az épület, megkezdődik a próbaüzem, és minden bizonnyal tavasszal megnyithatjuk ezt a kiállítást. Azért hihetetlenül izgalmas lehet most az építkezés területén járni, főleg úgy, hogy ugye van összehasonlítási alap is. Igen, hát ugye hihetetlenül nehéz feladat egy régi épületet úgy megőrizni, hogy bele kell építeni 21. századi megoldásokat, légtechnikát, elektromos vezetékeket, és mindezt úgy, hogy majd ebből semmi nem látszódhat. Úgy kell mindennek kinézni, mint 100-150 évvel ezelőtt, és ami új, annak is természetes anyagnak kell lenni, hiszen a padozat nem mindenhol megőrizhető, a falak igen, és a szerkezet igen, ez egy hihetetlenül izgalmas látvány egyébként. Az Árpád-ház program keretében van ugye másik fontos régi
vágy és álom, hogy a köztársaság mozi épülete újból egy kulturális funkciót, egy tudományos funkciót kaphasson, és ez a folyamat is elindult már. Ennek belső elemeit is lehet látni, néha kívülről is lehet látni, hogy ott folyik a munka, de hát ez is megkezdődött, mondhatjuk. Igen, megkezdődött a munka, és szeretném megköszönni a fehérváriak, hogy türelmesek, hiszen mind a két építkezés zajjal és forgalom korlátozással is járhat, és arra kérem, hogy a fehérváriakat, hogy viseljük együtt ezt türelemmel, mert az eredmény majd megéri. Egyrészt megőrzünk egy nem olyan régi, de mégis építészet történet szempontjából jelentős épületet, a köztársaság mozit, ami Hübner Tibor tervei alapján épült a 30-as években. Ugye sokan emlékezünk még a filmekre, a mozi még őrzi a régi szerelmek lábnyomát is, és ebből lesz egy bazilika történeti kiállítóhely, ahol a bazilika megmaradt köveit restaurálva méltó módon kiállíthatjuk, megidézhetjük ennek a fantasztikus templomnak a kapuzatát, megidézhetjük Szent István király emlékezetét, lesz hely a kutatóknak, szakkönyvtár és kutatóhely áll majd rendelkezésükre, és kutathatják az Árpádház történetét. És azt hiszem, hogy a Nemzeti Emlékhely kivételével, amely a következő feladatunk, az Árpádház programban vállalt feladatainkat, amikor ezek elkészülnek, akkor elmondhatjuk, hogy teljesíthetjük és átadhatjuk a fehérváriaknak. Itt is ugye lehet látni, hogy tényleg valóban most nagyon komoly belső építészeti munka folyik, és hát hamarosan majd azt is lehet látni, mert itt is vannak látványterveink, hogy itt is egy nagyon grandiózus és nagyon izgalmas építészeti megoldásokban gazdag terv valósulhat meg. Igen, hát ez egy hatalmas tér, a mozi nézőtere, egy hatalmas tér, ahol egyrészt bemutatható a bazilika kapuja, és függesztett dobozokban, galériákon majd elhelyezhető az építészet történeti kiállítás. Meg tudjuk majd mutatni a köveket, ami most a képen látható és kiállítható, és megtekinthető lesz. És megidézhetjük azt a templomat, amiről beszéltünk, és amely a fehérváriak legnagyobb sajnálatra, a mi legnagyobb sajnálatunkra már nem áll. De szeretnénk majd, hogy legyen egy méltó helyszín, ahol a királyokat eltemethetjük. A kiállító téren túl ugye itt is számos modern eszköz, hogy talán egy kicsit a mai kor gyermekeihez is közelebb kerülhessen az anyag, talán úgy igyekeztek összeállítani, ami szerintem teljesen érthető is. Hát igen, azt hiszem, hogy ma már a 21. századi megoldások nélkül egy igazi interaktív kiállítás nem elképzelhető, de azt hiszem, hogy ha ezt jól csináljuk és jól találjuk ki, akkor az segít megérteni és értelmezni ezt a kort, a bazilikát, a bazilika történetét. Itt már egy kicsit a mai kor gyermekeiről is szót ejtettünk, és hát ugye a műsor elején azt mondtam, hogy fontos Fehérvárt érintő fejlesztésekről fogunk beszélgetni. Nem szeretném kihagyni a Kodály iskola épületét sem, hiszen ott is azért sikerült kilobbizni plusz költségeket a felújításra, hiszen egy pályázaton indult a tankerület, az intézmény, és hát sikerül majd felújítani, már el is indultak a munkák ott is az épületet. Igen, a pályázat sikeres volt, de a forrás nem volt elegendő, hogy megvalósítsuk azt, amit szeretnénk, hiszen a Kodály nem csak egyszerűen egy általános iskola és gimnázium, hanem egy alapfokú művészeti intézmény is, tehát kórusteremre, hiszen fantasztikus kórusai vannak, Nejfel Imre vezeti az intézményt hosszú-hosszú évek óta. Amikor én tanári pályámat kezdtem, együtt tanítottunk aznak az útnak a másik oldalán, egy másik sárga épületben, a Vasvári gimnáziumban, amikor én
ott kezdtem, akkor ő már legendás ének-zenetanár volt és kórusvezető, és fantasztikus munkát végez azóta is, és ez az intézmény és az ő munkája megérdemli, hogy megújulhasson, és legyen kórusterem, legyen táncterem, és legyen olyan tornaterem és sportolási lehetőség, amely azt gondolom, hogy fontos a gyermekeinknek. Ebben is haladunk, mindig lépünk egyet előre, itt is mindig megkérdezik, hogy és akkor a másik iskola, az én volt iskolám. Igen. Mikor kerül sorra, dolgozunk rajta. Köszönjük a kormánynak, hogy megértette a szándékainkat, és kiegészítette a pályázati összeget, nem is kevés forrással, és így több mint 800 millió forintból újulhat meg a Kodály. Ebben az időszakban talán a gazdaság állapota, helyzete, az, hogy az jó állapotban legyen, az nem kérdés. Nyilván Fehérvárnak van egy olyan adottsága, hogy itt volt egy legendás buszgyártás, egy buszgyár, az Ikarusz, és én örömmel láttam, hogy most láthatok újból ilyen buszokat a város útjain. Igaz, most jelen pillanatban ez egy tesztüzemmód, hiszen február folyamán ezekkel a környezetbaráti járgányokkal találkozhatunk. Igen, hát hogyha ha busz, akkor Ikarusz, és hogyha Ikarusz, akkor Székesfehérvár. Sokat dolgoztunk, sokan azon, hogy az Ikarusz gyár újra életre keljen. Az első lépcső volt azoknak a honvédségi autóbuszoknak a gyártása, amelyek még hagyományos buszok, dízelüzemű autóbuszok, és azt hiszem, hogy ha a katonákat megkérdezzük, akkor elégedettek azokkal a buszokkal, amiket itt Székesfehérváron az Ikarusz gyárban kifejlesztettek és nekik gyártottak. De ez a jövő, az elektromos busz, a zöld busz, amely most valóban minden nap februárban más-más útvonalon szállítja a székesfehérváriakat. És természetesen szeretnénk, hiszen elindult egy zöld busz program, szeretnénk pályázni, és szépen lassan, itt is fontolva kell haladni, de lassan lecserélni a dízelüzemű buszokat elektromos buszokra. A buszvezetők, akikkel én beszélgettem, mind elégedettek voltak ezekkel az új buszokkal, és számunkra nagy büszkeség, hogy ezek itt Fehérváron készülhetnek el. Mi volt a tapasztalat, mert azt láthattuk, hogy azért ön is kipróbálta. Igen, hát sokkal, sokkal csendesebb, a megszokott magas minőség természetesen minden részletében tetten érhető. Halkabb a környezetet, nem szennyezi, bár drágább a megvásárlása, üzemben tartása olcsóbb, tehát a környezetvédelme mellett és a környezetbarát mi volt a mellett. Azt hiszem, hogy a fenntartása anyagilag is megtérül. Ez most egy minta modellprogram, ami itt zajlik Fehérváron, hogyha jól tudom. Igen, ez ennek a busznak a valóban a tesztüzeme, és ennek alapján készül az Ikarusz arra, hogy ezeken a pályázatokon, amelyeket a magyar kormány kiír számukra, elinduljanak, és nem csak itt Fehérváron, hanem szerte az országban fehérvári buszokon közlekedhessenek. Fehérvár ebből mindenképpen profitálhat. Igen, hát azok a munkahelyek, amik így létesülnek, vagy így megőrződnek, azok székesfehérvári embereket és székesfehérvári családokat jelentenek. Én nem is értem, amikor valaki úgy fogalmaz, hogy azok a beruházások, amelyek Fehérvárra érkeztek, nem hasznosulnak jól, vagy nem hasznosak Székesfehérvárnak. Tehát erről meg kell kérdezni azokat a székesfehérvári embereket, akik ezekben a vállalatoknál és üzemekben dolgoznak, akik a külügyminisztérium által indultott versenyképességet növelő támogatásokban részt vettek, amik egyetlen fontos feltétele volt, hogy a munkahelyeket meg kell őrizni, de természetesen örültök annak, mint legutóbb a Hydro vállalatnál, hogy még 50 munkahelyet létrehoztak, megőriztek 1500-at, 1500 munkahely, amely megőrződött, az 1500
családot jelent, és természetesen nem csak a vállalatnak, hanem a városnak is az iparűzési adó bevételen keresztül bevételt, a családoknak pedig biztos megélhetést. És ez az a biztos gazdasági alap itt Székesfehérváron is, és Magyarországon is, amire építve majd a gazdaságot újraindíthatjuk a járvány elmúltával, ami ellen az egyetlen hasznos fegyverünk az oltóanyag. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.